Karácsonyi énekekkel készültek a Jókai Mór általános iskola diákjai. Az alkalom nem más, mint hogy a PVSK és Kővári János látogatott el az intézménybe. A Pécsi Sportegyesület ugyanis ajándékokkal lepte meg a gyerekeket az egészség jegyében. Kiemelten figyelünk mi a Pécs város sportjelebb, és igyekszünk az ember és az általános iskolákra, és így egy hagyományteremtő jelleggel most az alkalomból két iskolát leptünk meg karácsony ajándékén, különböző labdákkal, kosárkézi, különböző sporteszközökkel, hogy ezzel is segítsük elő a diákok sportolási lehetőségét. Jelképesen az iskola igazgatójának adtak át egy kosárlabdát, de a többi sportszert is kipróbálhatták a gyerekek. A terület önkormányzati képviselője arra bíztatta a diákokat, hogy próbáljanak ki több sportágat is. Amint halljuk, a gyerekek hamar használatba is helyezték ezeket az eszközöket. Reméljük is, hogy az egészségüket szolgálja, mint ahogy azt kívánom a pécsieknek, hogy az egészségünk jó legyen. Az idén a pandémiát próbáljuk megúszni, vigyázzunk egymásra, ha a családi körbe is összejövünk, és reméljük, hogy jövőre már el is múlik talán ez a baj. Összesen egyébként közel 40 labdát adtak át a Jókai iskola részére. A PVSK ezzel is szeretne hozzájárulni a fiatalok egészséges életmódjához és a sport népszerűsítéséhez.